Na szevasztok srácok! Úgy gondoltam, hogy ma is hozok nektek egy ilyen Aeon videót, ami merőben egyébként el fog térni az előzőhöz képest, vagyis az előzőtől, mivel ez egy ilyen nem tutorial jellegű, inkább egy ilyen első látásra ilyen megtapasztaló videó akar lenni, nem lesz megvágva, és így élőbe fogom narrálni, ahogy éppen történnek a dolgok. Ugye 2.7-es patchbe fog érkezni hozzánk EU-ba az új klassz, hát ezzel kapcsolatban akarok leginkább így tevékenykedni, megcsináljuk a karaktert, és megnézzük az új területet, és megnézzük a klasszt, hogy mégis milyen. És így akkor velem együtt meg tudjátok tapasztalni, hogy egyáltalán akarjátok-e, tetszik-e nektek, vagy épp igazából információt tudtok velem együtt szerezni erről a új karakterről. Egyébként a 2.7-be ne ijedjetek meg, hogyha 8 slototok már el van foglalva, mivel most már 10 karakter helyetek lehet. Szóval nem kell azon aggódni, hogy majd törlitek, ha törölni kell bármit is, hanem fogtok kapni 2 újat a 2.7-be. Na, csináljuk meg a karaktert, nem srácok? Ugye Elioszt kell választanom feltétlenül, mivel ezelőtt is az volt, igen, itt is van az új klassz, ami ugye nem más, mint a Soldier, amiből igazából, ha jól tudom, akkor csak egyfajta lehet 10, ugye nem tudunk 2 ilyen subklasszt választani, hanem csak egy irányba fogunk így fejlődni. Na de mindjárt megnézzük. Szerintem most csináljunk egy csaj karakter, mindig férfi karakterrel szoktam rohangálni, aki, hát nem tudom, nyomjunk egy randomot. Hát igazából annyira nem fontos, hogy nézzünk ki, de hát azért jó lenne volna valami, jó. Ez ilyenkor mi? Mit randomizál? Nézzünk fészeket. Ó, ez jó is lesz, nem gyerekek? Tudjátok mit? Legyen fekete. Legyen ilyen nagyon ördögi. Ördögi. Skin. Jó, ennyi. Meg is csináltuk. Legyen a neve mondjuk. Legyen toszt karakter? Ne, legyen valami nagyon érdekes neve. Legyen a neve. Sanyi. Oké? Okay. Nemem Sanyit nem. De mit szeme? Sanyika. Egy női karakter, Sanyika néve. Oké, okay. Jó. Csináljuk is. Ne tököljünk vele. Mondjuk ezt a rúzs szint, ezt hadd basszus változtasson meg, mert ez borzalom. Legyen fekete, ez az. Csodálatos. Oké. Okay. Oké, okay, meg is csináltuk Sanyikát. Egyébként már egy ilyen, amikor például választott ki, ugye teljesen más effektje van, teljesen más animációja, azt szerintem tök jól néz ki. Ugye a régi klasszok az mindig ilyeneket csináltak, ő meg ilyen epic jó. Remélem, hogy nem nagyon hangos egyébként a játéknak a hangja, mert az nem lenne túl jó. Hát lehet, hogy ezt az árvezetőt ezt így megnézem, hogy mégis mi történik. Úgy visznek minket egy regionnal? Ez valami visszaemlékezés akar lenni? Aha, valószínű. Mit keresünk egy Dredgionon? Ó, és lezuhantunk, ugye? Lezuhantunk. Társaink gondolom halottak, mi vagyunk csak egyedül. Jó, nem csinálok ilyen konspirációkat. Próbáljunk rájönni, hogy mégis mi történt. Oké. Okay. Megkapcsoljuk az első darab kampányquestünket, aminek köszönhető megkapjuk majd a fegyverünket, meg némely XP-t. Na nézzük körül egyelőre. Ugye ez elvileg az új map. Ez a Telos nevezetű map. Sanyikák vagyunk. Aha. És a Soldier-ök itt vannak. Nem mindenki halt meg. Például ez a Soldier mondja nekünk a questet. Oké. Okay. Jó, gyerekek.
beszélnünk kell egy másikkal. Érdekes, hogy izé nincsenek neveik, hanem ilyen számokkal vannak jelölve. Volt. Hú, egyébként ez jól néz ki, gyerekek, nem? Ez jól néz ki. Azt nézem, hogy maga a karakternek a... Nem. Maga a karakternek így az animációja is, hogy állt. Az mint hogy egy kicsit más lett volna. Nyilván, mivel más klassz is, ugye? Ha elveszett fegyverünket, jaj, gondolom az zuhanásnál így nem volt meg. Ó, azt kapjuk meg ebből a questből. Meg is kaptuk. Aha. Ez még csak el kell szállítani, azt hittem, hogy már fel is tudom menni, de hát akkor nyilván ide került volna. Ó, meg is van az első szintünk, felveszem a fegyvert. Ó, és ez az animáció is, nézd már! Ez is tök más, mint ugye az eredetileg 8 karakter, ami van a játékban. Az jó néz ki. Jó, oké, csináljunk tovább. Jó, hogy haladjunk. Felveszük ezt a questet is, meg akkor ide. És egy darab skillünk van. What? Follow the road to the north along the coast. You'll find what you need there. Ja, és izéket kell kapásból mobokat ölni, oké. Mi az, amit még meg akartam én nézni? Hát nagyon sok minden, nem. Ja, itt vagy a cake quest is van. Várjátok, egy kicsit itt átalakítom én azt a skillbet. Ez mi a szar? Lightning charge. Ez micsoda akar lenni? Van valamilyen töltődő dolga, mint, hasonló, mint a DP? Nek a karakternek. Na nézzük. Nézzük, mit tudunk. Ja, mekkora range van ennek a karakternek egyébként? Azt ő írja itt talán, nem? Érdekes, van egy olyan dolog is itt leírva, ugye van a damage-ünk, egyébként fizikai damage, hogy ez Lightning Charge 10. És akkor 10-et adott ehhez a dologhoz. És ez mi fog történni? Akkor el fogunk tudni lőni valami extra skillt, vagy mi lesz azzal? Az kíváncsi vagyok. Jó, mindegy, ezt a kék questet is csináljuk meg, nem tudom mit ad. Csak XP-t egyébként, úgy látom, de... Érdekes, hogy most mi lesz, hogyha megvan a 100? Ez érdekes. Nagyon. Megcsináljuk közben a kampány questet is, oké? Jó, én ilyen néző, herbeket meg ilyeneket nem fogok szeregetni most. Viszont azt még mindig nem néztem meg, hogy mekkora a range-ünk. Igen, erre fog jönni egy izolyánk, egy chainünk, mert írja, hogy ugye a következő skillt azt fogja 100% eséllyel triggerelni. Egyébként nincs valami NPC itt, ahol lehet skilleket venni? Azt hiszem, már 3-os vagyok egyébként. És nincs semmi izé, dupla XP vagy ilyesmi. Hopp, ez meg miért halt meg instant? Mi a skilleink töltenek valamit? Valamit töltenek, ez eddig nem volt jelen.
Egyébként fizikai. Fizikai. Én azt hittem, hogy ez izé lesz, ez, ilyen... Nem fizikai sebzése lesz. Aha, meg még ezt akartam megnézni, hogy ledőrt használ, szóval... Szóval érdekes, hogy... Ja, ledőrt fog használni. Hát szárhanokat agyba főve kell menni BT-be, majd ledőrér, úgy látom. Gondolom mindenki ilyen klassz fog kezdeni. Jó, az a questünk közben meg lett, csináljuk meg a izét is. A herb az kell a izéhez. A bocsász. Az nem... Ez a questhez kell. Egyébként én nagyon bízom benne, hogy nem lesz nagyon OP ez a klassz. Mert az elején biztos az lesz, de... Ne az legyen, hogy a szerver populáció 50%-a ilyen klasszal rohangál. Bár engem nagyon nem zavar, mert én mindenképpen templárkodni szeretek. Jó, ez megvan. Hova a francba kell vinni? Oké. Okay. Hát nem tudom, milyen hosszú lesz ez a videó. Nem tervezem azt, hogy így ilyen 10 perces lesz. Lehet, hogy érdemesebb lenne egy megvágottad, de talán egy ilyen spontán is... olyan tud lenni, ami nézhető, főleg aki érdeklődik ez utána, klassz utána, és nagyon még nem nézett utána. Oké, jó. Jó, hát igazából akkor ennek a lória annyi, hogy itt lezvont, ugye? Lezvont a Dredgion, és akkor egy ilyen kempet itt kialakítottak, itt mindenki ki van borulva, eldobták a kanalat, lehet néhány, nem, ezek még élnek. És akkor innen indulunk ugye tovább, ennyi. Ez érdekes. Egyébként maga a map az így tök jó. Eddig, amit látok belőle, ezt tetszik. Hoppá! Meg is van a skillünk. Van egy... Nézzük meg a chain-eket? Oké. Okay. Aha, igen, ő a csénje. Meg ő is a csénje? Ez hogy van? Várjál már. Kapásból kaptunk egy izé, három lépcsős csényt. Így négyes szinten, az ugye az úgy baba. Oké. Okay. Akivel megint beszélni kell, de kivel? Aha, az már, ő már odébb van. Jó, szuper. Jó, gyerekek, nagyon örülök neki. Menjünk tovább, mi van, mi a mentünk van? Oké. Okay. Hancsunk. Kipróbálom ezt a chaint. Csak valami nagyobb mobon kellene, hogy... Az igen, és még lett volna rá még egy, gyerekek. Az ugye aranyos, hoppa is kaptunk valami eventes cuccot, azt a betyár, gyerekek. Jó, hát ilyen eventeket, azokat elengedem itt ezen a szerveren, mert nyilván nem ugyanaz fog lenni nálunk. Hogyha ugyanaz is lesz, nem igazán releváns most a klasszal kapcsolatosan. Jó, hát menjünk tovább. Hát van itt bőven mob, de minek, ugye? Jó, hát ez adja. Annyit még megnézek, hogy ez az összes fizikai sebzést produkál? Szerintem ezek lehet, hogy érdekelnénk az embereket, meg engem is például. Igen, ez is fizikai, és ez is fizikai. Aha. Igen, ez debuffolja is a targetet. Magic Resist a Evasion-t vesz le. És a paring az növekedik, ugye 50-nel. Jó, más semmi extra. Ugye érdemes ezt kéne kell olvasni minden sorát, hogy azért tisztában legyünk. Sanyika, hajtsál gyorsabban! Ne tököljél! Ja, nem csúnya, nem csúnya, tetszik. Kicsit ilyen, össze van azért vágva szerintem különböző más mapokból. Mármint ezek a, nem tudom, vannak ilyen izéi, vannak ilyen déjà vu érzéseim. Akkor meglátom például ezeket a pálmafákat, meg egy-két dolgot, amik szerintem így elfnemből valók például. Hát nyilván azért újra hasznosítottak pár dolgot. Mi ez a villámlás? És mi, nekünk meg izéi van már. 90, ezt fel kéne tölteni, megnézni. Ez mi? Ó, hát gyorsabbak lettünk 10 perc, ez jó.
Várj, feltöltöm ezt. Mert valami tutorial lehet erről, mi a szar ez? Gyerekek. Jó, hát, na már itt van valami, izé. Hát ezek az elemek, ezek minden alatt kell, hogy legyenek, ugye? Hát lehet, hogy a kampányon kéne tovább menni, hogy mit adnak ezek? Ez egy passzív skillt ad. Jó, akkor ezt is megcsináljuk. Aha. Jó, hát ezt rá kell blindolnom, vagy... Gombra, ez így nekem nem jó. Annyit arra voltam kíváncsi egyébként, most ez a majdnem meghaltam dolog, ez azért volt. Mivel kíváncsi voltam, hogy ez tudja-e, ez mi a szar? Ja, ja, mert pont izé volt, ugye vagy. Arra voltam kíváncsi, hogy mozgás közben is tud-e skillt nyomni, de tud. Ami ugye az baráti dolog, mivel akkor így tudja konkrétan. Tudod kájtolgatni ugye az ellenfeleket. Igaz, hogy egy ilyen, mi volt az, bazd meg? Mi ez, mik ezek, gyerekek? Tudja kájtolni ugye, ami az... Ami főleg, hogyha egy magasabb speeddel rendelkezel, akkor az majd baráti tud lenni. Nem kell megvárni, míg oda jön valami. Hát, jó. Hát ez jó, igen. Meg lehet, hogy szükség is van rá, mert hogy érzem, elég nagyobbakat seveznek a mobok. Ugye, ez hogyha így szépen így beleállsz, akkor azért kurva gyorsan odaérnek hozzád. Jó, hát a drop rate az látom jó. Oké, gyerekek, mi van még? Hol tartunk? Ilyen be, hogy tüzet meg kell nevelni. Aha, meg a másikból is kellene. Hát nem tudom, hogy foglalkozzak-e az ilyen kék questekkel, bár lehet, hogy kellene. Igen, itt van ugye Parit, azt növelte nekünk. A másikat meg debuffolt a kék, de egyébként a kéknek sajnos, ahogy nézem, annak a CD-je ugye 20 szekes. Szóval az, eznek meg 5, ennek meg 6. Szóval ez a kettő, ezt mindig el tudod lőni, ezt meg azért nem annyira. Hogy ez mire jó. Ó, kaptunk ezért érdekes dolgokat. Mondjuk ez... Örülök neki, de nem fogom most elhasználni. Egyelőre. Hát egy kicsi szinten megmondom őszintén, hogy nem tűnik olyan nagyon OP-nek ez a karakter. Mármint így nem olyan nagy damage-tól, mondjuk egy Schwarzi, képzeljétek el. Ugye azzal így egy-két hitelni lehetett ugye ilyen szinten a vele egy szintű mobokat. Ez meg ahhoz képest elég melós, így most. Persze azért nem lehet ilyen hosszú távú véleményt alkotni így egy klasszról. Mindegy, haladjunk, egy 10-es szintig azért szeretnék eljutni mindenképpen ebbe a videóba. És hogyha gondoljátok, azt majd írjátok meg, hogy legyen-e neki folytatása. Tehát így akarjátok-e, hogy mondjuk menjünk tovább-tovább, ötfenfele meg a fölé. You know why I am
Az érdekes, hogy ugye nem úgy veszed meg a skilleket egyelőre, hanem így a questek adják. Ez tök jó, ez nekem tetszik. Nézzük, mit kaptunk. Ó, mi ez? Aha. Ja, hát ez egy konkrétan olyan, mint a Division skill, ugye? Csak egy darab atakot tudsz parizni. Ez meg mi? Ez mire jön? Aha. Ja, hogyha pariztál, akkor kapsz rá egy izét. Egy chaint. Ez tök jó, várjál, akkor ez valahogy nekem... Fogalmam sincs, milyen skill-ek jönnek, egyelőre egy elrendezgetem, jó? És akkor 4-es, 5-ös. Tök jó. Ja, hát ennek egy perc, hogy CD-je volt. Oké, menjünk tovább, vagy hol van? Mehetünk tovább, oké. Figyelj, kék questet egy darab ilyen passzív skillt fog adni. Ezt lehet, hogy elengedem. Vagy megcsináljuk, gyerekek? A francia sem bele. Mondjuk aztán hamar levágjuk ezeket, nem? Csináljuk meg. Ja, de most meg mi az, hogy megint újra kezdődött ez a idő? Lightning Church. Azt nézem, hogy valamelyik skill az nem izét használ, nem ebből használ, de nem, ez is MP-t használ. Hát majd mindjárt megnézzük, meglátjuk. Hopp, jaj, várj, ez nem jó nekem. Ezt valahogy rá kell rakni nekem valamire. Mert úgy látom, hogy ugye spontán pari is szokott lenni. És hát ezt lehet, hogy kattintani fogom. Ja, spontán parizik is. Szóval akkor is hasznos lehet, és ennek mennyi CD-je van? Ha ennek csak 12 szek. Na hát akkor ez így jó lesz nekünk. Várj, most ez direkt. Hadd bazd meg. Oké, okay, még gyors megcsinálom, bocs gyerekek, ezt nem. Hát... Ja, egy dolog még foglalkoztat, így azon gondolkozom, hogy azért ez a 9 méteres range, az nem egy olyan nagyon erős, hogy őnek is lesz-e extendje. Tehát a Chainsword az lehet-e extend. Ez egy érdekes dolog lehet még. Hát nagyon sokat kell futni vele. Kicsit ilyen Ranger Assassin kombóra emlékeztet engem ez a karakter. Hogy így kájtolgatni is kell. Egyelőre természetesen. Ja, hát még nem nagyon áll kézre. Oké, leadjuk ezt is, jó? Legyen meg akkor az a passive skill is. Várj most, ja, még nincsen DP-nk, igen, az 10-estől van, mondom, DP-nk meg nem töltődik, de 10-estől van ugye DP, akkor leszel D-va, addig ugye hiába. Akkor az itt, oké, nézzünk egy ilyet. Ez ugyanaz, arra gondoltam, mondom, lehet, hogy ez is más. Ja, scroll, hát ez mondjuk ez jó lenne. Nem tudom, nekem valami running scrollt adja. Gyorsabbak legyünk, meg lehet, hogy belemegyek mindjárt ebbe a... Ja, belemegyünk mindjárt ebbe a tornádóba, vagy igen, abba. Ez mit ad? Ja, ez az volt. Jó, ezt nem nyomom el. Szielt. Itt mi van? Ó. Ez jó, viszont ezt nem akarom használni semmiképpen, mert tök akarom nézni, hogy milyenek a skillek, meg hogy néz ki a karakter. Viszont epicul néz ki már így, nem? Hogy ilyen tök jó effektjei vannak, és ez, ja, érdekes, ahogy áll is. Jó, ez jól meg van csinálva. Ha menjünk ebbe bele, meg akkor nyomunk egy running scrollt, aztán kicsit talán pörgősebb lesz a videónk. Ja, bocs, hogy ilyen tökölös, de tényleg itt terveztem, hogy egy ilyen... Nézzük meg, hogy mégis mi ez a karakter a videó, spontán jelleggel. Sonyikánk. Oké,
Jó, várj, azért akartam még elnézni a V-pont. Hogy milyen statjai vannak. Attack, speed, crit, pari. Aha. Pari egy szerintem sokat fog jelenteni ennél a karakternél, viszont semmilyen magic statja nincs a weaponünknek, szóval akkor ez ilyen full fizikál lesz. Mert ugye a Templar is, vagy van más klassz is, amelyik... Na, megint biztos izé lesz skillbook. Nem, title. Jó, ez meg leszorom. A... Más klassz is van, amelyiknek a weaponjében nincsen magic boost, az mégis izé. Mégis vannak magic boost alapú skilljei. Lásd Templar. Na, hova kell menni, vagy mit kell csinálni? Ez ki kell nyírni. De jó. Nehéz vagy? Nem én vagy? Na. Ó. Ó. De hülye voltam. Basz... Semmi? Ne? Legalább azt halljon meg, oké. Okay. Ó! Oh. Ne! Ne! Mi volt még egy ilyen warg, ugye? Ez mi ez? Na, jó, oké. Okay. Születek újra, mi? De jó, nagyon örülök. Van itt izé? Soul Healer, még az sincs, ugye? Itt egy... Jaj... Nem vagyok boldog, bocsánat. Srácok, úgyhogy újra megyünk. De legalább ja, azt a izét még ráadásul ott ezt a hátizsákot össze kell kapni. Hát ez szomorú volt, bocsánatot kérek érte. Egyébként látom, itt is megy a gólc. Na, miket árulnak itt? Nézzük már meg. Nézzük meg a chatet, hogy mi van valami érdekese. Ugye itt már 2.8 van, szóval 58 a max szintünk. Egy ranger. Ha. Stigmát árul, vagy venne 50 millió ér. Wow. Nagyon jó. Más nem árulnak? Mondom, valami gírt esetleg megnéznénk, hogy... De egyébként ez a server, ez elég halott. Főleg, ahogy látom, igen. Annyi, hogy a... Gold sellereket, azokat hadd banoljam, vagy hadd blokkoljam. Hogy valami értelmeset is lássunk az egészben. Oké, okay, meg is vagyunk. Jó van, gyerekek, bocs tényleg, hogy ez így megtörtént velünk. Jó, nem annyira OP a karakter, mint amire számítottam. De nem rossz eddig. Mit fogunk kapni? Aha, megint egy skillt, de jó. Ez tök jó, jó az a megoldás, hogy így a skilleket, ezeket úgy így kapod meg. Hát ez meg... Próbáljuk meg elkerülni ezeket a mobokat. Oké. Okay. Ja, egyébként tüzé. Nem a gróz. És? Meg kell... Mit kell csinálni? Inventory? Mi a szar? Are you a Deva? Beszéljünk az elveszett sugóval. Ó, oh, itt egy ilyen warg. Talán leakad. Ja, egyébként ez a 9-10 méteres range az annyira nem tűnik soknak. Hát ez egy ilyen, tényleg ilyen, nem tudom, ilyen extendes assassinra emlékeztet eddig. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, majd írjatok, hogy... Látok, le akarom akasztani ezt a borgot. Aztán megnézzük a questet.
Mit kell csinálni? Ja, közben ez... Akkor azt itt elnyomjuk. De jó, ez most mi volt ennek a poén, mi volt ebben a poén, hogy meg kellett vennem tőle, és oda kellett neki adnom, ez nagyon jó. Oké, én azt nézem, mi van érdekes, de úgy látom semmi. Ez csak egy quest item volt. Oké, mit kell csinálnunk tovább, gyerekek? Merre? Kaptunk új questet, mert nem figyeltem. Nem, az nem, 8-os szinten fogunk kapni, és 7-es szintű vagyok, akkor nekiállhatunk grindolni mi. Egyébként egy soul healer az jó lett volna, de hát mindegy. Normál questem sincs. Viszont az van. Jó, oké, akkor azt kellene csinálnunk, nem gyerekek? Mit kell csinálni? Na, le kell menni oda a partra. Jó, oké, lemegyünk a partra, megcsináljunk akkor azt a kék questet. Na, jó, bezártad, hülye. Kapunk itt ajtót. Viszont ezek a tornádók, ezek hálásak. De szerintem ez máshova is be fog kerülni a játékba, mondjuk ugye poétára. Ez egy csinos kis map. Azért, ja, látszik szerintem a különbség, a 10 párét különbség, hogy ez a map ez később készült, hogy valahogy egy kicsit jobban néz ki. Persze ugyanazokból az anyagokból tudnak dolgozni, de ugye mivel növekedett most már a gépeknek a kapacitásai talán merészebben nyúlnak hozzá. Jobb az. Oké, ez meg... ahhoz képest... Tényleg nem ennyire OP ez a karakter egyelőre. Szerintem egy Schwarz így a kezdeti szinten mindenképpen OP-b. De hogy ez mi? Ezt ha valaki tudja, akkor mondja már meg, mert fogalmam sincs. Közben itt mennek a passzok. Ezeket vegyük át, ha már. Hát ezt is talán aktiválhatom. Ezt legalább kapunk belőle a free itemeket. Jó, sugóhoz kell visszaverni? Kaptunk egy title-t, egy titlét. Ne üsd meg! Ott volt egy mob. Jó, meg is van a szintünk legalább, szuper. Jó, végre van, egy falut kell megkeresnünk, ez viszont jó, legalább valami civilizáció legyen már. Annyira elveszve érzem magam itt. Szóval ott akkor lesznek, mint tudom én, valamilyen NPC-k valószínűleg egy rohadt faluba. De aztán ki tudja, de várja, ez most ez milyen vidék? Mármint ez minősül, ez Eliosnak, vagy pedig Azmónak? Vagy mi ez, Balurnak? Ez még nem világos számomra, mert eddig sugókkal találkoztunk, az ugye mindenhol van. Akkor ez most mi, kíváncsi, hogy milyen NPC-k lesznek. Nem? Ezért tök érdekes. Mert ugye ez nem külön frakció. Hanem ugye ez csak egy külön klassz, tehát ez lesz ezzel... el is, meg lehetsz is Azmó is, tehát ez érdekes, de ez a terület ez mi? Mert ez akkor nem is Eli, meg nem is Azmó. Hanem akkor mi? Ez Balur? Tök jó tábla, nézzük. A faszodat. Na most mi? Hol van itt? Ja, oké. Okay. Jó, oké, okay, megvagyunk. Hogy nézzem ezeket a helyek? Ezek izék? Akkor ez minek minősülnek ezek gyerekek? Ez minek minősül? És csak én vagyok ez noob, vagy mi a... ez most... What? Ez ilyen se el is el... Az noob, vagy mi a szar? Can I help you? I'll tell you if I remember. Okay.
Jó, hányas szintűek vagyunk? Hát egy tízesig mindenképpen érjünk el, ugye? Nézzük, mi van itt. Van itt már. Hát ugye mindenhol súgók vannak, szóval az... Nem fogunk ebből semmit megállapítani. Weaponünk nincsen esetleg, viszont van egy új skillünk. Ez mi ez a bug? Scroll, jó, van scrollunk, bőven nem kell. Nézzük meg a új skillt. Ez valami chain. És nem chain, akkor ez mi? De chain. És mire jön rá? Ne haragudj. Ennyi van. Hol van ő? Ja, vagy ő... Várja. Aha, ja, ő már használja ezt a Lightning Charge-et. És 10-et fog felemészteni, és ugye most nálunk 0 van. Na, ez érdekes lesz, hogy akkor ez mi... És mit csinál? Ja, ez... Target mögé teleportál. Jó, és még ráadásul van Chain 1-es szintű. Tehát akkor lehet, hogy erre fog jönni valami, mint például Assassin-nak. Oké, okay. Jó, menjünk tovább. Ezeket a beszélgetés dolgokat. Mondjuk aztán végigolvasná az ember, akkor lehet, hogy képbe kerülne, de ne haragudjatok, de engedjük el. What brings you if you here? Find my granddaughter, tell her I'm waiting for her. Ez egy kurva nagy fa, ki van vágva, nézd már. Abba áll a csávó. Nekem egyébként tetszik ez a map. És ugye retteltesen kihalt, hogy nincs más player itt. Így fő, csak ennek a klassznak van ez fenntartva, így kezdő zónának. Jó, menjünk. Jó, ezért kell megnézni ezt a táblát. Csekkolgatni. Jó, visszamenni. Ó, oh, de jó. Kösz. Viszont várjál már, hadd öljek meg egy mobot, kíváncsi vagyok erre a skillre. Az a gyerekek, komolyan mondom, ez... Lószat se sebzünk. Ha? Oké, okay, és most már tudom ezt használni. Ha. De azt mondd meg, hogy mi értelme van mögé ugranom, ha egyszer én... Én nem baj, hogyha távol maradok tőle. Hát ez akkor lesz majd gondolom hasznos, hogyha erre jön valami. Ha ugye? Lehet, hogy valami stun vagy valami hasonló, mert ugye ez önmagában még nem is stunol. Még nem csinál vele semmit, csak mögé ugrik. Ez úgy jó, és nem is sebzi. Hát ez nem tudom. Ez egyelőre még nem... Nem a leghasznosabb skill-ek egyike. Nézzük, ez mi, nem skill... Hát... Jó, hát akkor ezek a kékek, ezek meg a íze passzív skill-eket adják, ami annyira nem örülök, mert... Jó, megcsinálja őket az ember, de hát... Hagyjál már! Nincs itt egy vépönös emberke vagy valami? Na, viszont itt tudunk cube-ot növelni. Itt lesz az izé, az új chainsword-ünk. Mennyit lehet? Egyet lehet? Gondoltam, jó. Oké, viszont megint egy új skill, meg egy passzív. Aha, itt viszont ez egy chain, ami ide jött. Ami 15 szekes. És mit csinál? Na várjunk, nézzük egyébként a damage-eket is, hogy ez megint székál? Ez is székál, jó. Szóval azt kell, aha, és ez nagyobbat. És ez vissza is löki. A targetet. Viszont izéből építkezik. Ebből a Lightning Charge-ből. Ez rohadt érdekes egyébként, hogy van egy ilyen izénk, nem gyerekek? Ezt ide lerakom 3-asra, aztán akkor tudok váltani a kettő között. Na, nagyon érdekes szerintem, hogy... Hogy van egy plusz a manán kívül, egy plusz ennek a karakternek. Ez kurva érdekes.
Viszont ugye ezt folyamatosan építeni kell. Ez érdekes, hogy néhány játékban van hasonló. Mármint, hogy az új szvördünkért azért meg kéne küzdenünk, ugye? Hát több mint dupla olyan erős lenne. Ja, hogy ugye fel kell építened valamit, mint például itt ezt a Lightning Charge-et, az, hogy ugye el tud tolni. Sok helyen például ilyen Fury vagy ilyen hasonló dolog szokott ez lenni. Na várjatok, akkor mindjárt most jövünk kettő ilyet, majd akkor eltolok egy... Ja, nem ilyet. Ja, ezt tanulja, oké. Okay. Viszont ez nem rossz. Na így mindjárt két opciód van, ugye? Sőt, akkor a chaint inkább át fogom variálni. Ez mennyi? 15 szekes? Ez nem 20-as. Ezt így átvariáljuk, és akkor azt fog rájönni. És akkor nem kell itt egy külön blindolt billentyűt használnom. Hát ez jó, ez jó, ez epic. Viszont ugye ennyit kell rohangálni, gyerekek? Oké, hogy az egyes fegyóm van. Ez nekem egy kicsit azért sok. Hát lószart se sebzük, na. Gyerekek! Nem vagyok bele megbarátkozva egyelőre. Azt a betyár. Hát ez tényleg egy kicsit erős, nem? Vagy egy kicsit sok. Ez kérem mindenképp az új spurt, mert ezzel piszkálgatjuk a mobokat, más nem fogunk elérni. Na üssél meg, ilyenkor pont kasztolsz, mi? Hát ez bazd, nem jó. Ez nem jó. Ez valahogy nekem nem adja. Egyelőre viszont van egy gatyónk, jó. Valahogy ez nekem... annyira OP-nak tűnik, mint amennyire. Mondjuk ilyenkor már mindenki szerintem mindent is lepostáz ugye a karakterének. Szóval ugye fel lehet... Oh, faszod ezt. Na és ez meg akkor be van stanolva ott. Jó. Úgy de szemmerős gyerekek, tényleg ez most kicsit kiabrándítónak tűnik. Jó, szarvétlenül van nyilván. Honnan lett volna jobb? Ó, bazze. 6. 6-nál tartunk, gyerekek. Hát komolyan mondom, le kell ülni, vagy valamit kell csinálni. Ó, de annyi mindent kapunk, gyerekek. Ez tök jó. Viszont ez baráti. Tele is csöpte az inventorit, nem? Majd még jasbát is kaptunk, te Isten. Jó, hát nem ez a temple már venni. Ez ilyen Legion valami eventnek a baromsága. Oké. Okay. Jó, ezt meg kéne csinálni az új VPN-nél, mert én nem akarok tovább menni, hogy ennyire gagyig vagyunk. Jó, ez jó. Ez a chain viszont jó, addig bőven el tudsz futkorászni. Viszont ez a work ez rettenetesen gyors. Hogy rohadjon meg. Ez azért nagyon sokat kell kájtolgatni. Jó, ez a stun ez viszont baromi jó, mert ez... Addig akkor van egy kis idő. Hát ez egy ranger megirigyelhetné, amit kájtolgatsz, meg ráadásul izé, 10 méteres ranger kájtolj. Hát
Már komolyan mondom, mert besírok ezen, hogy ennyit kell rohangálnom. Hát, hihetetlen, bazd. Jó, majd 22%-os speeddel, meg mit tudom, valami jó title-ben biztos jobb lesz, de yes, ez nagyon kellemetlen nekem itt, itt ez a rohangálás. Te Isten. Ugye, jó, oké, tudom, tízesek vagyunk, semmi, nem, ebből nem lehet leszűrni. Viszont... Ember... Nem kap valami nagyon OP skilleket, vagy izé, nem tudom, stunokat. És így kell kájtolgatni sokat, az... Jó. Meg van, aki le... Nem, még mindig van egy, nem hiszem el. Nézzük már. Kirakom a izét is. Ezt a questet, nem rakom ki, mert 11-en folytatódik. Érdekes, akkor itt neki nem is lesz semmi. Ez mik vagyunk mi? Soldierök vagyunk, ugye? Ez érdekes. Nem kell váltani valami klassz, tehát igazából mire váltunk, nem? Azt hiszem nem tudunk változtatni közte. Ja, tehát ez a mögéugrás, ez meg konkrétan inkább megszívhatod magad vele jelenleg, ezzel a felállással. De semmit nem fogsz elérni, hát arra jön valami érdekes chain, akkor lesz izgalmas talán. Oké, megvan. Ha! Meg van az új weaponünk, ami dupla ilyen erős, bár az is szerintem eléggé gyenge lesz. Jó. Nem tudom milyen hosszú ez a videó, hát viszont azért így, szeretnék még egy kicsit haladni. Kéz van, add nekem a V-pönt. Oké. Okay. Jaj, de jó, te. Apa. És ugye mivel ez is kétkezes, ugye lehet majd izélni. Össze mergelni egy másikkal. Na, megvan ugye a szintünk is emiatt. Úgyhogy mehetünk tovább. Szuper, nagyon jó, na. Van itt nekünk Oberisk? Nem is tudtam, hogy van itt Oberisk. Jaj, de jó, hogy van. Meg van Soul Healer-ünk. Lőjük már el. Jaj, nagyon jó, örülünk. Boldogság van, gyerekek. Egyébként ez egy ninja motion, de azért adná, nem? Erre kell menni? Oké. Okay. Aha. Nem tudom. Érdekel, hogy hova fogunk itt kijutni? Meg hogy nem, el tudunk menni most mi Sanctumba? Vagy nem tudom. Meglettünk ugye tízesek. Ilyenkor van ugye az ilyen subclass választó opció máshol. Nálunk itt még egy köze nincsen. Erre jó fele megyek? Jó fele, jó. Nem megyünk a partra. És itt mi ez? Ez most ne haragudjál, de hány óra van? Game time 12, és egész végig éjszaka van. Ez is egy érdekes. Nem? Hol a francba vagyunk, majd mi van? Majd innen el fogunk hajózni, de szerintem egyébként ez a map. Ez esélyes arra, hogy ez jó sokáig ki fog tartani, ez nem úgy működik, mint Poéta, hogy most akkor 10-es szintig itt ellavírozol, hanem ez esélyesnek látom, hogy talán még, nem tudom, 5 felig is el leszünk itt? Tök nem tudom, szóval ez tényleg egy ilyen spontán első látásra videó akar lenni, hát mi ez? Ó, egy kis táska, ez csodálatos. Oké. Okay. És mehetek vissza, viszont várjál, hát nem véletlenül kellett oda az obeliszket használnunk. Kíváncsi leszek milyen, hú, nagyon, mert néznék egy bizét, egy áhát. Úgyhogy addig el kéne jutni, hogy valami olyan helyre, ahol tudunk ugye... Ugye tudunk brokerhez menni, megint egy új skill, meg egy válasz, megnézzük az új skillt, mert akkor meg tudnánk nézni, hogy appá, ez micsoda. Oh. Hát ezt kipróbáljuk először, jó? De még valami jó epic nagyot sevez,
jóval nagyobbat mindezek. Ő szintén izében táplálkozik, ebből a csércsből. A... Ez izé, ezt azt írja, ugye, hogy alapban ugye 293-303 fizikai damage-t okoz a targeten, de plusz 225-öt, hogyha a target az izé, az volt, és ilyen stunolva. Szóval ezt szerintem ide beérdemes lenne szúrni, és akkor miunk után lesztanoltuk, akkor kéne elnyomnunk. Egyébként ez csökken? Vagy ez hogy van? Ezt nem figyeltem. Hogy ez így folyamatosan csökken, mint a Fury egy más játékokba? Vagy pedig csak ha használom. Na mindegy, húzzunk a francba. Mit kellene csinálni? Oké, okay. Jó, hát akkor húzzunk. Oké, okay, gyerekek, még egy kicsit kitartunk, jó? Sanyikával. Ja, úgy látom nem csökken, vagy nem tudom. Ez miért nem agrózott? Ó, végre íze világosban. Fú, de var, kurva jól néz ki. Ez azért nagyon oda basz. Nézd azt a ízét. Ez jól néz ki. Ez nagyon jól néz ki. Az a vizesés, azt meg kell néznünk. Biztos, hogy mondjuk bízod-e valami, mert hát nehogy már nem. De jól néz ki. Ez tetszik, ez szép, ez jó. Ez rohadt jó. Várjátok, egyébként szerintem nekem nincs beállítva egy-két dolog. Például, hogy ki tudjak zoomolni maxra, ami... De, bazd meg. Ja, nem. Ez így elég bajos. Jó, többit azt hagyom egyelőre, de azért így egy kicsit barátibb. Jaj, de jó. Ez szép, ez tetszik. Ez tetszik. Viszont ezek már erősen agróznak. Hát ez meg mit héderezel itt, barátom? Hello? Szevasz! Szép fiú. Na, és megint egy passzív skill lesz, nem? Azt tudtam. Ah, igen. Gondoltam, hogy a vízeséssel kapcsolatban ez valami. Annyira jól néz ki, hogy azt nem hagyhatják ki, hogy ott ne tevékenykedjünk bármit is. Viszont ezeket nem akarom agrózni. Viszont ez tetszik, ez a környék. Ez jól néz ki. Biztos, hogy nagyon változatos lesz, érdekes. Beleadtak gondolom mindent. Nem mondta, hogy nem tudok átugrani, meg őrülök akkor. Ah, ne! Nem mondod, hogy ez ilyen... Úgy utálom, amikor ilyen mesterséges falakat hoznak létre játékban, amit nem tudsz átugrani. Jó, van. Ah, nincs szárnyam se. Ezt beresztiszteltük, apám. Nagyon OP-k vagyunk. Oh. Na hát igen, hát ide nem csoda, hogy elzavartak minket. Hogy ilyen. És megint egy kék. Nem, csak ez a XP érdekes. Uff, bassz meg. Ez jó. Ez csini, oké. Okay. Úgy látom, hogy csak végig zavarnak minket. Ezen a, nem is tudom mi ez. Ilyen fielden. Bohum fielden. Már nem nagyon szeretem az ilyen NPC, az ide-oda mászkálós dolgokat, csak... Csak nincs teleport. Itt, ennél a klassznál. Teleport opció. Did you bring medicine? És minden egy ad egy izét is. Egy kéket. Ami ilyen viszonylag... Itt le is van. Na most hova? Még tovább? Ez érdekes, hogy így csak át fognak zavarni minket, vagy nem tudom. Biztos lesznek más jellegű. 14-esek ezek, mi meg vagyunk 12, nem kéne agrózni őket.
Ez szerintem azért annyira elég papír ez a karakter, ahogy észrevettem, viszont ki kéne próbálnunk majd ezt. Azt a skillt. Ó, Ekin meg felébe lett. Ez azt a betyár, hát rá nagyon sok ezek, 15. Elszórakozzál vele. Jó. És most? Ja, 15-ösön lehetne azt a betyár, akkor meg kéne csinálni ugye kékeket. Hát akkor lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy innen folytatjuk. Azt majd írjatok, léci, hogy szeretnétek-e tovább, hogy folytassam. És igazából szerintem, amire meg fog érkezni a patch hozzánk EU-ba, ugye, addig akkor esetleg ki is tudnánk húzni 58-ra, és akkor meg tudnánk nézni az egész contentet, hogy mégis milyen ez a dolog. Várjatok, egy ötletem még van. Annyit kellene csinálnunk, hogy egy nagyobb karakterrel elmegyünk egy aukciós házba, és megnézzük, hogy milyen, hogy néznek ki ezek a bépenek, bár nem tudom magamra tudom megpróbálni, de valószínűleg igen, a más jelleg, más klasszal. Nézzünk egy... mondjuk egy templárral. Hát ugye 50-es sajnos eddig jutottunk. I know. Mindjárt megnézzük az itt az új weapon, Chainsword. Oh, mi van? Oh, egy darab, semmi. Ez is csak a izé miatt, skip miatt. Aha, ja, ja, vágom. Ja, pura, get, oké. Okay. Hát ez borzalmasan néz ki. Jó. És semmi, de nincs is bent több. Érdekes. Ez hogy a francba? Nézzük meg, milyen weaponök vannak. Ja, hát, hogyha érdekel veleteket, bármint így. Mi a legdrágább? Hát, ja, lófszar. Nincs is belőtt 58-as, de egy darab 58-as. Jó, oké. Okay. Írjátok majd, srácok, hogy akarjátok-e tovább ezt a sorozatot. Aztán akkor folytatjuk. Akkor kihúzzuk esetleg még 58-ig is a mi kis új klasszunkat, a soldierünket. Na, köszönöm szépen figyelmet, jók legyetek. Folytatás akkor következik. Csáá!